A Táncház napján az Alba Régia Tánc Egyesület szombaton a Malom utcai táncházban várta az érdeklődőket. A kézműves foglalkozáson anyák napi hímzett meglepetést készíthettek kicsik és nagyok Pintérné Markovics Marcella irányításával. Mindegyik termék, amit itt csinálunk a táncházban, a néphagyományokhoz kapcsolódik, mindig próbálom úgy az ünnepkörökhöz kapcsolódóan összeállítani, hogy mit készítünk. Így az anyák napja is nagyon fontos a néphagyományban, és próbálom egy picit a mai modern dolgokat belevinni, hogy nem csak mindig teljesen a néphagyományból, de onnan táplálkozik az egész. Pintérné Markovics Marcella a vizuális nevelésben is járatos tanítónő számára fontos, hogy a töpörtjük és a nagyocskák családjukkal együtt a népi kultúra eszközrendszerét megszeretve és megtanulva köszönhessék az édesanyákat. Most a néphagyományokból a hímzést, varrást hoztam nekik már, a kisebbek képeslapot fognak hímezni, hoztam ilyen tapitűket, nagy tűk, amiknek nem szúr a vége, és úgy tudják majd kihímezni a képeslapot, és a másik lehetőség az pedig vagy kis tűpárna, vagy pedig kulcstartót lehet hímezni textilből, filcanyagból, és akkor rá hímzük, hogy anyu, vagy amit szeretnének éppen. A foglalkozás ezúttal is megerősítette, hogy a néphagyományok a felgyorsult világban is támaszt és segítséget nyújthatnak gyermeknek és szülőnek egyaránt, hogy szeretetben készülhessenek egy-egy fontos pillanatra.